Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV vagy Viva Natura televízió kedves nézőit. Viva Natura, Vivát Natura adássorozatunkban dr. Csicsor János barátommal beszélgettünk. És a mai témánk az a lektinnel fog összefüggésben elhangzani. Nagyon kevesen tudunk ma még a lektinről, meg igazából arról a káros hatásról, ami a szervezetben esetleg olyan irritációkat okoz, ami a zsírszövetek felszaporodásával jár, amit ma, mint korunk betegség, népbetegségeként, az elhízásként emlegetünk. A lektinekről annyit érdemes tudni, csak a János részletesen elmondja, hogy minden növénynek a védekező mechanizmusában szerepelnek. Egyrészt azért, hogy a mag minimális nedvesség hatására még ne csirázzon ki, tehát hogy egy pár szem esővel ne tegye, ugyanakkor mindenféle kártevők ellen védje meg azt a növényt, a magvakat. Na most a szervezetünk, hogyha már mikrobiommal foglalkozunk, tudjuk, hogy körülbelül 1000 év kell neki ahhoz, hogy megtanuljon egy teljesen új összetételt, amire neki van válasza. Így az őshonos növényeink lektinje ellen, akivel együtt élünk már hosszú idő óta, nem kell nekünk védekező mechanizmusokat kitalálni, ugyanakkor a táplálkozásunknak a nagyon nagy része ez nem az ősi növényi kultúránkra épül, hanem főleg az Amerikából ide származtatott növényekre, amiknek a lektinjére még nincs megfelelő válaszunk, és ezek az irritációk elég gyakran ennek a következtében alakulnak ki. És erre volt János barátunknak egy nagyon jó ötlete, de ne szaladjunk előre. Hol találkoztál te először a lektinekkel, és mivel egészítenéd ki ezt a kis felvezetést, mert biztos sokkal jobban el tud ezt mondani. Ez teljesen jó volt. Még annyit tennék hozzá, hogy egyrészt az Amerikából behozott növények, másrészt pedig sajnos a GMO, ami az új típusú növények, mert most már azokban a növényekben is a beültetett gének nagy része sajnos lektin. Tehát azokban a növényekben is beültetnek most már lektin géneket, amikben egyébként nem volt. Tehát sajnos a szántóföldi kultúrás növények nagy része most már igen sok lektin. És azok ugyanúgy nem felismerhető kategóriába kerülnek. Beszéljünk egy kicsit arról, mi ez, ami felismerhető azzal, hogy védekezik a szervezet, hogy simán feloldja, vagy mit csinál vele? Hát az egyik, ugye a bélflóra érintkezik először ezekkel a lektinekkel, és ezek ilyen fehérje molekulák, ragadós fehérjéknek is nevezik ezeket a lektineket. Hát a legismertebb ilyen ragadós lektin az a glutén, vagy régebben ezt úgy is hívtuk, hogy csiriz. Ugye ezzel ragasztottunk a csirizzel, tehát ilyenek ezek, hogy oda ragadnak mindenhöz. És hogyha oda ragadnak a bélfalhoz, akkor egy bizonyos idő után ott egy bonyolult mechanizmus áttételeken keresztül képesek megnyitni a bélfalat. És akkor kezdődnek a problémák, ugye a szivárgó vérszindróma, és onnan aztán már elindulnak olyan folyamatok, amik már nem kellemes dolgok, ezek az autoimmunbetegségek. Na most, ha a bélnyálkahártya elég erős, ami egy nagyon finom rendszer, egy molekula réteg vastagságú, ez egy poliszaharid réteg, ilyen cukorszerű anyag, de vannak olyan baktériumok, amik azért felelősek a bélflórában, hogy ezt állandóan fortozgassák, és ezt degenerálják a bélnyálkahártyát, és ez olyan zseniálisan van megcsinálva, hogy folyamatosan válik le. Tehát, hogyha valami oda ragad, és jól működik a bélnyálkahártya, akkor egyszerűen leválik. Tehát ilyen nem tud megtapadni, mert folyamatosan válik le. Ez a nyák képződés. De ha nincs rendesen termelve, akkor bizony egyszer csak ott luk keletkezik, és oda tud ragadni a bélfalhoz a lektinek. Tehát fontos, hogy a bélflórában azok a baktériumok jól érezzék magukat, vagy éljenek, vagy világozzanak, amik ezt a nyálkahártyát folyamatosan termelik és leválasztják. A másik, hogy a baktériumok egy része pedig kimondottan a lektinek semlegesítésére van berendezkedve. Persze azoknak a lektineknek a semlegesítésére, ahogy te is mondtad, amit ismernek. És amit nem ismernek, az sajnos nem tudnak mit kezdeni. Azok előbb-utóbb a bérfalon kötnek visszatérve, ki. Bocsáss meg erre a glutén dologra, tehát hogy mit tudom, 200 évvel ezelőtt egyszerűen nem volt ennyi glutén a gabonában, most direkt a sikér miatt fejlesztették azokat a fajokat, meg ráadásul a hasznos részt lecsiszolják róla, és végén már csak ezt a csiriszt tesszük meg a finomított kenyereink szempontjából, de a legcsodálatosabb ebben mostani időszakra, hogy az embereket bezárták és megtanultak otthon kovászolt kenyereket sütni, ez egy nagyon jó. Ahol ugye
nagyon nagy részét a glutén a benne lévő kovász baktériumok fölfalják, ha nem is az egészet, de 30-40%-ot, és ma már egyre kevesebb helyen veszik meg ezt a vacak ragacsos kifliket, hanem csak a lukacsos kovászolt kenyerek egyre több helyen láttam, és ez egy nagyon jó dolog. Ez egy, tehát ezt nem lehet elég hangsúlyozni, hogy ez mennyire fontos és mennyire jó. Igen, hagyd dicsekedjek már el a kis könyveddel is, ugye, hogy a Jánossal csináltunk a fermentált ételekről írt egy fantasztikus könyvet, mert mivel elég vacak az emésztésünk, előtte pre-prudap, előemésztett ételeket, ha már fermentáljuk utána, ott már azok a bacik megteremnek, amik lebontják azokat az anyagokat is. Ami... Így van, így. Ezért nem volt olyan sok probléma régen. Mert mindent fermentáltunk. A konyhában az alap dolog volt a fermentálás, ugye az ősi konyhában. Ezt most ugye az, mi az, hogy ősi? Hát mondjuk Kolumbusz előtti időkben, tehát mondjuk az 1500-as évek előttre visszamenőleg, mert onnan aztán folyamatosan jöttek már, ugye a krumpli, a kukorica, amit már azt is sokszor elmondtam, hogy a babfélék, az is, de amerikai sajnos, abban van talán a búza után a legtöbb lektin a babba. És azért mondtad múlt, hogy ezt kuktába kell főzni a babot, mert különben nem oldódik. Így van, viszont a kuktába megfőzzük, teljesen lebomlik. Ez a ricin nevű lektin van benne a babba, és ez a fermentálással is lebomlik, meg a kuktában való főzéssel is lebomlik. Azt a folyamatot magyarázzuk el, hogy miből lesz ebből zsír, védekező zsír. Tehát ha bekerülnek ezek a lektinek a bélrendszerbe, és elkezdenek hozzá tapadni a bélfalhoz, ami nem azt jelenti, hogy azonnal ki is lukasztják, ez egy hosszabb folyamat. Egy ilyen zonulin komplexen keresztül ez előbb-utóbb, ha sok lektint fogyasztunk, megtörténik. És ha kilukadt a bél, és ezek a lektinek kikerülnek a bélfalon kívülre, na onnan kezdődik az ő igazi hadjáratuk, ugyanis olyan zseniálisan vannak kitalálva, hogy beépülnek olyan helyekre, ahol az immunrendszer biztosan megtámadja őket, és ha az immunrendszer megtámadja őket, akkor azt a szervet fogja károsítani. És hogyha az immunrendszernek állandóan azzal kell foglalkozni, hogy a Lukas Bél szindrómát kezelje, tehát a kikerült bélből kikerült anyagokat megtámadja, akkor nem marad már ereje, energiája arra, hogy a többi, mondjuk a baktériumok, a vírusokkal szemben védekezzen. És gyakorlatilag itt az agy kiad egy parancsot, hogy nem tudom ezt ebben mondani, hogy háború van. Tehát háború az immunrendszernek, gyerünk mindenki hadra. Mert a véráramban minden dologot túlszikál, ami átkerül. Igen, azokat semlegesíteni kell. A nyilokba, a véráramba ezek bekerülnek. Ugye először a véráramba kerül be. És ahogy az emberi háborúkhoz ugye pénz kell, ide meg energia kell az immunrendszerhöz, hogy fenn tudjon maradni és védekezni tudjon. És energiát leggyorsabban az elraktározott zsírból tud a szervezet előállítani. Tehát ha kiadja az agy azt a parancsot, hogy kilukadt a vér, vagy idegen testek vannak mondjuk a vérbe, támadás van, készüljünk a háborúra, akkor ennek a következő része az, hogy tárolni kell energiát. Tehát elkezd a szervezet zsírt raktározni. És a cukorból direkte zsír lesz, ugye az. És főleg azok körül, a szervek körül, igen, ahol a lektin beépült, ahol idézőjelbe ez a támadás. Így van, ami itt a bél. Hasi zsírnak a... Elsőbben a vastagbél rendszerbe épül fel, tehát ez a hasi zsír, ez tipikusan egy ilyen zsír. Az úszógumi meg ezek, ez tipikusan ilyen zsír, ami azért keletkezik, mert az immunrendszernek ott van egy, oda raktároz el magának energiatartalékot. Uh-huh. És ilyen szempontból bizony a fehérjék is, fehérjékből is először cukor lesz, utána cukorból zsír, a cukorból meg azonnal zsír. Pláne este 6 utánban, amikor már lement a nap, és az emésztőrendszer átáll éjszakai üzemmódra, akkor azonnal a raktárokba teszi. Tehát, ha kilukadt a Lukas Bél szindrómának az egyik jele, hogy elkezd ez a hasi zsír feltapadni, illetve olyan állandó fáradtságérzete van az embernek, mert nincs elég energia. Mert a szervezet, az energia tartalékai az immunrendszerre vannak oda irányítva. Uh-huh. És tehát ennek ez a egyik következménye, hogy bizony. Most egy konkrét példát tudnék mondani, hogy hogyan, milyen ravaszak ezek a lektinek. Most már sok megint csak publikáció van erről,
hogy például az egyes típusú cukorbetegség, aznek mi is lehet az oka, most nem mondom, hogy ez, de ez is közrejátszhat, hogy a tejekbe egy génmutáció folytán kialakult egy úgynevezett A1-es típusú kazein. És ezek az északi típusú fekete tej, mint a Holstein. Kérdezed el, megcsináltuk ezt az adást múltkor, igen, és rá egy hónapra, sosa sehol nem láttam, megjelentek, hogy mi A2-es tej vagyunk. Addig lövése nem volt senkinek erről, hogy mi újság van, hogy ez mennyire dolgozik. Hát azt hiszik, hogy itt elmondjuk csak, hogy az A2-es a mi régi tarkafaj. Így van. Tarkafarka. Mert a magyar tarka az A2-es, tehát pontos, az rendben van. Van. És hát bizony Amerikában tehát már... ha tejet adunk a gyereknek, akkor nézzük meg, és lehet A2-est adjunk neki. Igen. Igen, és ezt valahol, mit tudom, az ember ugye el is várna előbb-utóbb, hogy ráírják, hogy ez milyen tehénből van az a tej. Mert bizony ez az A2-es, vagy az A1-es kazein, ez se fermentálással, se főzéssel, ez egyszerűen nem bomlik le. Ez ott van. És ha ez átmegy a bélfalon, akkor ez a hasnyálmirigyre fog bekötődni. Olyan receptorai vannak, hogy a hasnyálmirigyre kötődik be, és akkor az immunrendszer megtámadja a hasnyálmirigyet. Az úgy szép, ja. És a hasnyálmirigy nem fog inzulint termelni. Mm-hmm. Tehát erre sok publikáció van már, hogy hát bizony ezen el kéne, tehát legalábbis ezt azért meg kéne komolyabban gondolni, hogy most teljesen mindegy, hogy mi mit beszélünk. De ha már tejet adsz a gyerekednek, akkor növényi tejek ugyanúgy, igen, tartalmaznak sok kálciumot, mandulatej például. Igen, igen. Na, tehát ez egy ilyen folyamat. Ugye, nagyon jól tudjuk, hogy ott vannak ezek a drága enzimek a szervezetünkben, amik a szervezet viláskulcsai, és hogyha jön valami, akkor ők azt lebontják, például, igen, a fehérjéket aminosavakká, és utána mi abból azt csinálunk, amit akarunk. Igen. És akkor, hogyha ugye Amerikába, ha bemész egy boltba, akkor a gluténre glutamáz enzimeket árulnak. Nálunk ilyen enzimeket nem lehet tápkodás készítőből veletenni. Viszont, mivel még erre nem figyeltek oda, de találtál a lektinnek egy nagyon jó, nem találtál, hanem van egy ilyen dolog. Mi volt az út, és akkor mi lett ebből, hogy küzdesz meg a lektinekkel? Igen, illetve ezáltal a zsírokkal. Igen, hogyha találkozom egy ilyen kihívással, vagy egy ilyen dologgal, mint ez a lektin, ezek az új dolgok engem mindig így vonzanak, és mindig, tehát azon jár az eszem, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, uh-huh, hogyan lehetne ezt valahogy kezelni. És hát nyilván könnyen, most nyilván az lenne a megoldás, hogyha nem ennénk lektines ételeket, vagy lényegesen csökkentenénk a lektin tartalmat, fermentált élelmiszereket ennénk, probiotikumokat fogyasztanánk, méregtelenítenénk a szervezetünket. Tehát ez lenne a jó út. Most ezt, a fermentáció sajnos, lebontja a lektineket egyébként? Igen, a nagy részüket, nem mindet, a nagy részüket lebontja. És még a cukrot is lebontja, tehát a duplán hasznos, és még termel vitaminokat, meg enzimeket, tehát egy nagyon, nagyon fontos dolog ez a fermentáció. Tehát tehát hogyha elérik ezek a lektinek, hogy oda tudnak tapadni a bélnyálkahártyára, és ki tudják lukasztani, akkor már késő. Akkor már ezt nem tudjuk megakadályozni. És én azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne megelőzni ezt. Tehát, hogy ha már egyszer valaki olyan helyzetben van, városba jön, nincs kertje, és egyszerűen nem tud a kételekhez hozzájutni, akkor neki is valahogy hogyan lehet segíteni, főleg ha gabona, rengeteg gabonát teszik, meg tejet, és akkor legalább csökkenteni ezeket a problémákat. És akkor utána néztem ennek, hogy mik azok az anyagok, amik megkötik ezeket a lektineket, és hogy melyik lektint, melyik mi köt meg, mert ebben a tekintetben egy magyar kutató, Pusztai Árpád, aki úttörő volt, és erről több könyvet is írt, így a kémiájáról, meg az analitikájáról a lektineknek, és megnéztem, hogy mik azok a lektinek, amiket így könnyen, ezek a napi használatban a glutén, a buzacsira, a glutén, a ricin, meg ezek a paradicsomban, a krumpliban vannak lektinek. Tehát ez olyan, egyrészt olyan anyagokat tartalmaz, amik ezeket a lektineket megkötik még mielőtt hozzá tudnának ragadni a bélfalhoz, tehát semlegesítik a lektineket. És a másik irány, ami még benne van ezekben a termékekben, hogyha viszont túl sok cukrot eszünk, akkor abból megint zsír lesz. Tehát valahogy olyan növényi kivonatokat is tartalmaz, amik a cukorbontó enzimeket egy kicsit gátolják.
Tehát, hogyha sok cukrot is ettünk, akkor ne tudjon felszívódni ez a cukor, ne tudjon lebomlódni, és ne legyen belőle zsír. A másik ilyen dolog, ami a zsírral kapcsolatos, hogyha túl sok zsírt, vagy túl sok zsíros ételt teszünk, azért az se jó. A zsír az mondjuk hasznos dolog, sokkal hasznosabb, mint a cukor, de azért az se kell túlzásba vinni a zsírt. Pláne azokat a transzsírokat, meg a nem jó zsírokat. Ugyanis, és olyan hatóanyag is van benne, szintén növényi hatóanyag, amik ezt a zsírbontó enzimet egy kicsit gátolják. Tehát, hogy ez se tudjon lerakódni. Aztán olyan anyagok is vannak benne, amik a vércukorszintet próbálják meg egyensúlyba tartani. Tehát ez egy meglehetősen komplex anyag. Tehát egyrészt meggátolják a lektinek odataponását, meggátolják, a humisav is van benne, ami meggátolja mondjuk a növényvédőszermaradványok, vagy a antigyógyszermaradványok, illetve a toxikus nehézfémek felszívódását, tehát megkötik ott a bélrendszerbe. Ez tiszta humisav, tehát nincs benne olyan része a humisavnak, ami fel tud szívódni. Ezek a nagy molekulájú tiszta humisavak, amik ott maradnak a bélrendszerbe. Tehát összességében egy olyan hatás várható ettől, hogy az ember úgy érzi, hogy több energiája maradt, hogy elkezd fogyni, nem ilyen drasztikus módon, mint ahogy a legtöbb módszer csinálja. Ez ilyen szépen lassan, de biztosan elindul lefelé a... A lektineket egy enzimmel szabályozod, vagy? Nem, ezek ilyen cukorszerű molekulák, amikhöz ők szeretnek hozzáragadni. Tudod, mit tett eszembe ez a római korban, amikor az emberek sokat ettek, jöttek a kis pávatollal, megpiszkálták és kihányták. Te meg olyat csinálsz, hogy bent hiába etted meg, de nem engeded, hogy abból felszívódjon és zsírszövet legyen. Igen. Vagy a cukor. Ez ugyanolyan. Vagy a vércukorszintet megemelje. Uh-huh. Egyébként is akkor több energiát adsz, energikusabb vagy. Étkezés előtt kell bevenni? Vagy hogy igen, úgy gondolom, hogy ez a főétkezés előtt úgy is van ráírva, hogy amikor úgy gondoljuk, hogy aznap a legtöbbet fogunk enni, akkor előtte kell bevenni 10-30 perccel. Uh-huh. Kettő kapszulát, mert azért ugye kell, sok anyag van benne, úgyhogy uh-huh. azt is még úgy is meg lehet, én úgy szoktam, hogy kibontom a kapszulát, uh-huh. beöntöm egy kis kanálba, és akkor hogy beveszem a számba, azt iszok rá valamit. Mert, most tudja, aki nem tudom, valahogy nekem így. Mondjuk, hogy ha előtte eszed meg, igaz, akkor talán még négy gyomor se vagy gyomorban, mert ez ugye később. Igen. És akkor igen. Sokkal könnyebben átjut esetleg. Igen. Nem, nincs benne olyan anyag, amit a gyomorsav tönkre tudna tenni. A humisavat meg szereti. Azt meg szereti, igen. Jó, egyébként téged ugye humisavról ismertek meg Magyarországon, igen. Te voltál. Igen. Ez egy érdekes kísérlet, megmondom őszintén, hogy most rég nem jártam Amerikában, de nem láttam ilyen terméket ott sem. Egyébként ez teljesen új, amit te itt alkottál, hát meglátjuk. Hogyha... Meglátjuk, én több mint egy hónapja szedem, tehát én mindig először magam próbálok ki. 4 kilónál tartok. Ez nagyon érdekes, mert... Ez nem vízből fogytál semmi, hanem zsírból. Nem, igen. Aha. Ez nagyon érdekes dolog, mert nem tudom, még belefér egy pár ez, hogy én régebben voltam, több mint 7 évig voltam vega. És az működött, az hatott, tehát akkor is lefogytam, éreztem termék energiával, tehát az jó volt. De szénhidrátot nem sokat ettél akkor? Nem. Nem, akkor még a szénhidrátra annyira nem figyeltem oda, nem csak figyeltem. A húsra. De működött, tehát biztos, hogy jó volt. Aztán egy idő után valahogy jött, hogy hát újra elkezdtem húst tenni, nem is tudom megmagyarázni. Újra elkezdtem húst tenni, és egyrészt teljesen éreztem magamon, hogy a húsevés okozott egy olyan dolgot, hogy újra felszedtem pár kilót, tehát az egyértelmű volt. De ugye a gondolkodásmódban, hogy a türelmetlenebb lett az ember, agresszívebb lett az ember, tehát ezt teljesen éreztem magam, hogy le tudtam érni, hogy a húsevés után ez így volt, és úgy jöttek ilyen sugallatok, hogy hát most akkor most miért van? És úgy éreztem azt is, hogy hát itt ez valami, nekem ebben feladat van. Feladat van, hogy ezt meg kell érteni. Meg kell érteni, hogy miért eszek én most újra húst, és hogy valami itt nincs a helyén, és hogy de nem az a jó út talán, hogy nem eszünk húst. Mert most ez egy ilyen hitvita most már, hogy együnk húst, vagy ne együnk húst. Én aztán oda jutottam, hogy tulajdonképpen első körben mindegy, hogy eszünk húst, vagy nem eszünk húst, vagy eszünk zöldséget, vagy nem eszünk zöldséget. Az a sokkal fontosabb, hogy tiszta legyen.
Tehát, hogy ne legyen benne növényvédőszermaradvány, ne legyen benne antibiotikum, tehát tiszta forrásból származó élelmiszer. Ez talán az első legfontosabb, fontosabb, mint a vegaság, vagy nem vegaság. Van egy kérdésem, mit könnyebb kiszedni a szervezetből, ezeket a fránya növényvédőszereket, amik kémileg is bekötnek, vagy az, amit a hús hordoz esetleg nehéz fémeket, a kis GMO-s takarmányból a következő? Hát a végén mind a kettő ugyanoda mutat. Ugye a növényvédőszer maradványok, most itt a glifozát, az biztos, hogy így van, hát az is direkt a lukasszalvi lett, tehát a glifozát is. Mert annak a bomlás terméke a formaldehid, és az meg aztán nagyon agresszív, kártékony dolog. De a nehéz fémek is. Ezek a szegény állatok egyébként, hogyha rendes életet élnének, ugyanúgy, mint kipusztulnának, meg rákosok lennének, mert csak egy olyan életszakaszban vannak levágva, ahol ez még nem jelentkezik. Így van. De volt egy nagyon érdekes földcsapásod. És ezt már több helyen olvastam, hogyha a világ leszokna a húsevésről, megszűnne az agresszivitás, megszűnne nagyon sok feszültség, igen, ami az emberi kapcsolatokat nagyon jellemzi a mai világban. Igen, én ezt nagyon éreztem magam. És most mi vagy most? Hát most úgy vagyok, hogy ezek húst, nem sokat, de ezek húst, és próbálom a két lábúakat meg a halakat megtartani, hogy mondjuk négy lábút ne egyek. És ez sem mindig sikerült, de azért ez gyakorlatilag ez nem jellemző. A kis könyvet olvastam húsfermentációról. Igen. Is részeket, tehát hogy lehet húsfermentálni például? Hát ugye azt általában mondjuk a kolbász, igen, a kolbász készítés, vagy a sonka készítés is ezen alapult. Hát vannak olyan gombák, baktériumok, amik a húst is elkezdik bontani. Ezek olyanok, hogy ezek levegő, tehát aerob körülmények között működnek. Itt nagyon vigyázni kell, hogy ne zárjuk el őket levegőtől, mert a anaerob körülmények között elkezdenek a patogének, a Clostridium például szaporodni, és az veszélyes. Kolbászon belül hol van egy kis levegő, ha jól megvan töltve? Hát ha nem töltik meg jól, és marad benne luka közepén, aha, le van zárva a műbéllel vagy béllel, és az ott teljesen anaerob lesz egy idő után. És én már láttam olyan kolbászt, amit nem töltöttek meg rendesen, hogy így eltörtel, és ilyen penészes volt belül az a kis lukon. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogyha egy kolbászt öntenek, azt nagyon, nagyon meg kell tölteni. Én, hogyha így megnézem a boltba, mindig először megnyomkodom őket, hogy elég kemény. Azt mondtad, hogy az anaerob, az baktérium, ez nem jó, tehát ami a levegőt nem szereti, igen, hogyha az van benne, de ha jól megtömöm, akkor nincs anaerob. Akkor anaerob. Nincs benne, akkor rendben van, akkor jó, akkor jó. Itt a levegőre kell vigyelni. Aztán az ázsiai kultúrában együtt szokták fermentálni a halakat, meg a gabonákat. Ugyanis a gabona fermentálásban keletkezik a tejsav, és az a tejsav tartósítja a halat is. Tehát van, amikor ez így együtt történik. De akkor a kombucsával ugyanúgy lehetne fermentálni, az is tele van tejsavban. Hogyne. Hogyne. Hát ugye a tejsav, a tejsavas erjesztés tulajdonképpen a kombucsában is egy csomó olyan kultúra van, amik tejsav baktériumok tulajdonképpen. Ez az alapja az egész fermentálásnak, meg bennünk is, hiszen amikor fölépül a mi bélflóránk az újszülöttekbe, először a laktobacilluszok települnek be, hiszen az anyatej meg a tejfeldolgozásra szakosodott baktériumok, aztán később, amikor már a tej csökken és egyéb ételeket is eszünk, akkor elkezdenek szaporodni az egyéb baktériumok, főleg a bifidus baktériumok, amik aztán az életünk során ez folyamatosan változik, ez a dolog. Most egy nagyon érdekes sztori eszembe jutott, hogyha még ez belefér. Persze. A amerikai kutatók, meg német, meg olasz kutatók összeálltak, meg orvosok, hogy megfejtsék annak a titkát, hogy a világon van 4-5 olyan hely, olyan település, vagy egy környezet, ahol az átlag életkor 100 év fölött van. Van Nápoly alatt Olaszországban, vagy Portici alatt egy kis falu, ahol 100 év fölött van az át. Aztán van Okinawa szigete, aztán van Amerikában ott a mexikói határ fölött Loma Linda, aztán van a Pápua-Új-Guineában egy ilyen rész, és ezeket elmentek, és ott eltöltöttek időt, kikérdezték az embereket, megnéztek, mit esznek, hogy esznek, és úgy gondolták, hogy akkor ők most megfejtik a hosszú élet titkát. És erre rászántak egy-két évet, összejött az összes adat, és neki álltak ezeket kielemezni. Na most aztán elkapjuk a hunyót,
És arra jöttek rá, kezdték az olaszokkal, hogy hú, hát igen, ők szardiniát esznek, olívaolajat, rozmarinba, meg nem esznek kenyeret. Hát akkor biztos ez a titka. Aztán elmentek oda a mexikói részre, megnézték, ott meg kenyeret ettek. Tele volt kenyérrel, meg gyümölcsökkel az étrendjük, nem értették. Akkor elmentek Okinawára, ott meg gyakorlatilag halat ettek, meg fermentált ételt. Gyakorlatilag az lett a vége, hogy semmilyen közös szállat nem találtak ezek között. Semmi olyan kapcsolat, amiről azt mondták, hogy na ez van. És már majdnem föladták a dolgot, hogy hát akkor ezt most nem értjük, hogy ez hogy lehet. Amikor jött ez a Gundry, akiről sokat beszélek, aki ezt a Lektin ügyet fölírta a könyvet is róla, és akkor mondta, hogy hát álljunk meg egy pillanatra, hát a B-flórát megnéztétek már? Ezeknek az embereknek a B-flóráját. Hú, és akkor homlokra csaptak, hogy hát még nem. Na, akkor újra, mert ugye azt nem nézték, meg újra visszamentek, újra megnéztem, megnézték a B-flóra összetételét, és hát kiderült, hogy azok a 100 év fölötti embereknek a B-flórája az adott környéken élő 20-25 éves embereknek a B-flórájával megegyezik. Hoppá, már is a mikrobiomhoz érkeztünk el, igaz? Így van. Tehát gyakorlatilag most ez alapján a kárt is ki lehetne mondani, hogy a hosszú élet titka a jó mikrobiom. Tehát, hogy meg tudták őrizni a mikrobiomjuknak azt az összetételét, tehát olyan étkezést folytattak, hogy az a mikrobiom kultúra vagy közösség, ami azon a területen kialakult, mondjuk Nápoly alatt, a tengerparton, azokat a bacikat ők életben tudták tartani egész életük alatt. Uh-huh. Aztán ez lehet, hogy teljesen más baktérium közösség, mint mondjuk egy Okinawa szigetén élőnek, de ott is de arra helyre jellemzőt, meg tudták tartani. Tehát gyakorlatilag a B-flórájukat tudták fiatalon tartani. Uh-huh. Ez egy nagyon tanulságos. Hogy azt mondták, hogy amikor föltalálták a vizes WC-t, akkor legalább 30 éven nőtt az emberiség átlag életkora higiénia miatt, nem vették a fertőzések, és akkor most ez a következő lépcső lesz, hogyha a megfelelő mikroflórát tartunk, a mikrobiomot figyeljük és erre hozzuk, akkor még 30 évet lehet 120 évig is élni, és ezt el tudom. És ugye az a zseniális, hogy ezt mindig, hogy már az ókori görögök is, hát igen, ők is tudták. Igen, nem látták a bacikat, nem tudták, hogy az egyetlen élő lények, vagy valami, de tudták, hogy ott van a lényeg valahol. Igen, és mindent ez ellen megteszünk a kémiai vegyszerekkel, a dohányzással, a GMO-val, a sok vegyszerrel, amit az élelmiszerbe teszünk, de mi akkor is sokáig fogunk élni, és egészségesen. Nagyon szépen köszönöm a Lektino, ugye akkor ez ugyanúgy igen. János barát úrnál is itt a Viva Naturánál elérhető lesz. Köszönjük, hogy itt vagy. Én köszönöm. Viszontlátásra.